Julia Donaldson, Zog a sárkány. Volt egyszer egy sárkány suli, több százezer éves. Sárkány néni tanította, ami csak szükséges. Zog volt a legnagyobb sárkány és a legserényebb. Arra hajtott, hogy ő kapja meg az aranyérmet. Legfőbb tantárgy a repülés az első osztályban. Sárkány néni így szólt. Rajta! Kinek megy, hadd lássam! Megmutatom, mi a titka, csak gyakoroljátok. Ha megnőttök, úgy repültök, nem is gondolnátok. Zog már ment is gyakorolni. Élvezte, hogy szállhat. Cikcakkozott, és neki ment egy hatalmas fának. Arra ment egy kedves kislány. Ne pityeregj, mondta. El fog múlni, ráteszek egy tapaszt az orrodra. Jaj, de szuper, örvendezett Zog. Megköszönte szépen, s a piros tapasz sokáig cikázott az égen. Elmúlt egy év, másodikban ordítás a lecke. Jaj, gyerekek, hangosabban, hallatszom messzebbre! Megmutatom, mi a titka, csak gyakoroljátok. Ha megnőttök, úgy bömböltök, nem is gondolnátok. Zog már ment is gyakorolni. Ahogy bírta, nyomta. Órákon át ordított, és berekedt a torka. Arra jött az ismerős lány. Hű, de kínos, mondta. Még szerencse, hogy van nálam mentolos cukorka. Jaj, de szuper, örvendezett Zog. Szépen megköszönte, elrepült és mentol illat cikázott mögötte. Harmadikban azt tanulták, hogy kell tüzet hányni. Tüzet és nem havat hányunk, ne tessék lazsálni. Megmutatom, mi a titka, csak gyakoroljátok. Ha megnőttök, úgy füstöltök, nem is gondolnátok. Zog már ment is gyakorolni. Fújt a fűre, fára. Úgy belejött, hogy nem figyelt, és meggyulladt a szárnya. Arra ment a kedves nagylány. Hát te jól nézel ki, de nem súlyos, elég egy kis gézzel betekerni. Jaj, de szuper, örvendett Zog, és ment az iskolába, ahogy repült, egy géztekercs cikázott utána. Negyedikben vajon mire tanítják a sárkányt? Arra, hogyan kell rabolni a szépséges királylányt. Megmutatom, mi a titka, csak gyakoroljátok. Ha megnőttök, úgy raboltok, nem is gondolnátok. Zog már ment is gyakorolni. Küzdött nagyon bátran. Sehogy sem ment. Attól félek, megbukom-e tárgyban. Nem lesz meg az aranyérem. Itt a lány, ez jó jel. Zog, én egy királylány vagyok, gyere és rabolj el. Jaj, de szuper, örvendett Zog. Pattanj ide hátra. A lány belekapaszkodott a sárkány nyakába. Nocsak, mondta sárkány néni. Az első királylány. Jár érte az aranyérem. Zog, a mintasárkány. Zog boldog volt. A lány pedig ott maradt mellette. Mást is ápolt, hogyha láb tört, nyomban helyre tette. Ötödikben a sárkányok élesben csatáznak. Srácok, egy igazi lovag jött vendégtanárnak. Szólt a lovag. Én vagyok a nagy Linkóci herceg. Viszem a lányt, hogyha el nem késtem egy-két percet. Ő az enyém! Ordított Zog, és a tüzet hányta. Tévedsz, komám! Szólt a lovag a kardját kirántva. A sárkányok körbeültek, s azon vitatkoztak, kinek van több esélye, a hercegnek vagy Zognak. Ekkor a lány közbelépett. Nagyon buta ötlet. Úgyis túl sok a törött csont, ne törjetek többet. Én már nem leszek királylány, ne mentsen meg senki. Nem fogok egy palotában büszkén pipiskedni. Orvos leszek, és segítek minden szenvedőnek. Lázat mérek, sebet kötök, meggyógyítom őket. Én is, szólt a herceg sisakját levéve. Egy szép stetoszkópra vágyom már 15 éve. Megtanítasz gyógyítani? Felelt a lány. Rendben. Csak félek, hogy a lovadra nem férünk fel ketten. Üljetek rám! Kiáltott Zog. A táskád is dobt fel. Ha bevesztek, én leszek a mentőhelikopter. Brávó, mondta sárkány néni. Büszke vagyok rád, Zog. Az ötödik sárkányosztály is büszkének látszott. Sárkány néni a lóhoz ment.
biztos lehetsz benne, ha itt maradsz, az osztályunk nagyon megkedvelne. Jaj, de szuper! Örvendett Zog. Megköszönte szépen, integettek, s elcikáztak a kék nyári égen.